És ha le kéne kottázni a város moraját, akkor milyen hangokból készülne ez a dal? Mi lenne az első hang, amiről fel lehetne ismerni Budapestet? Egyébként ezen gondolkoztunk, hogy lehetne erre válaszolni, de igazából minden mások vagyunk. Mindenkinek más jut eszébe Budapestről, ugye rengeteg dal is készülne egyébként. Erről nekünk egyébként első körben a Cseh Tamás Budapest című dala jutott eszünkbe, amiket szerintem annál tökéletesebben senki nem érte le Budapest hangulatát. De hát mondjuk beszéljünk a budai hegyekben sétálván halljuk a belváros hangját, illetve hogyha a körúti villamosnak a csengését ott mindenképpen meg kell említeni egyből. Úgyhogy hát nehéz feladat, de közben nagyon könnyű feladat, de szerintem jó úton fog haladni. És ne feledjük el a Buli negyednek a zsongását, meg a pesti éjszakát, az nagyon sok inspirációt ad. Igen, a lakóknak is, igen, ők is szeretik, igen. A lakóknak is, de hát ez ilyen. Tényleg a pesti éjszakában nagyon sok minden megtörténik, és nagyon sok kapcsolat alakul ki, zenészek, mi megtaláljuk egymást, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos része. Milyen műfajban íródna ez a dal? Vagy ti milyen műfajban írjátok majd? Hát azért maradunk a kompakt diszkó stílusánál, a New Diszkót fogjuk előnyben részesíteni egy kis elektronikával fűszerezve, de nagyjából már megvagyunk egyébként, és a hangszerelésre várunk. Én még a Budapest dalokra visszatérve George Ezrát is megemlíteném, aki ugye nem magyar előadó. Nem magyar lévén, igen. Igen, nem magyar előadóként egy olyan dalat írt, ami ha nem is világszerte, de Európában elég nagy sikert aratott és nagy sláger lett, illetve nem olyan rég készült az Animal Kenyrőznek a Budapest nyáron sokkal szabadabb, ami szintén nagy sikert aratott, és azt gondolom, hogy a fiatalok körében szállóigévé vált ez a mondat, úgyhogy fel van adva a lecke, mert hogy ilyen dalokat kell majd, vagy ehhez hasonló dalokat kell majd elkészíteni. Nagyon szépen köszönöm.